Kedves barátaim, hölgyeim és uraim, tisztelettel, szeretettel köszöntöm kedves mindnyájukat. Az EU soros elnökségét ellátó Magyarország vidékfejlesztési minisztériumának vezetése személy szerint dr. Fazekas Sándor miniszter úr és a magam nevében őszinte tisztelettel és baráti szeretettel üdvözlöm önöket Gödöllőn, az EU elnökségi tárgyalások főszínhelyén, amely nem mellesleg, ha egy személyes megjegyzést is megengednek, immár közel 40 éve az én otthonom is. Egyetemek pedig alma máterem, első és a kormányzati szerepvállalásig egyetlen munkahelyem. Szóval itthon vagyok, és valóban társházi gazdának is tekintem magam. Isten hozta önöket! Azért is örömmel jöttem el erre a konferenciára, melyet az IFOAM EU csoportja a magyar EU elnökséggel, valamint a Magyar Vidékfejlesztési Minisztériummal, a Biokontroll Hungária és a Magyar Biokultúra Szövetség együttműködésében rendez, mert ez egyúttal az ökológiai gazdálkodás 5. európai kongresszusa, legnagyobb európai fóruma. Öröm és megtiszteltetés számomra, hogy üdvözölhetem önöket, hiszen a Vidékfejlesztési Minisztérium államtitkáraként egyik legfontosabb feladatomnak, mondhatnám talán úgy, szívügyemnek tekintem az ökológiai gazdálkodás minél szélesebb körű elterjesztését. Ezzel a gazdálkodási formával nem csupán jelenlegi pozíciómból adódóan van kapcsolatom. Egyetemi oktatóként már a kezdetektől fogva bekapcsolódhattam a munkába, ott bábáskodhattam a magyarországi mozgalom születésénél. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Európa és benne Magyarország. Magyarországnak olyan mezőgazdaságra van szüksége, amely mindenek előtt jó minőségű, szermaradványmentes, egészséges és biztonságos élelmiszerrel képes ellátni saját lakosságát. Olyan mezőgazdaságra van továbbá szükségünk, amely fenntartja a tájak sokszínűségét, a biológiai sokféleséget, talajaink termékenységét és ivóvízbázisaink tisztaságát. Ezt a tájak ökológiai adottságaihoz alkalmazkodó és az adott tájon kialakult fajtákat használó gazdálkodási rendszerek tudják a leghatékonyabban megvalósítani. Mindezeken túl olyan ágazatokat és gazdálkodási rendszereket alkalmaz, amelyekhez sokféle tevékenység, kézművesség, élelmiszerfeldolgozás és kereskedelem, vendéglátás is társítható, így sok ember számára biztosít munkát, megélhetést és tisztes jövedelmet a vidéki térségekben. Olyan mezőgazdaságra van tehát szükségünk, amely a minőségi élelmiszertermeléssel, valamint a társadalom számára nyújtott ökoszociális szolgáltatásokkal döntő módon hozzájárulhat a vidék megőrzéséhez, fejlesztéséhez, továbbá a város és a vidékek közti kapcsolatok helyreállításához. Hogy egy példát is hagy hozzak ide, elképesztő az a dolog, ami a világban az élelmiszerellátással kapcsolatban kialakult. Olvastam egy tanulmányt, ami azt vizsgálta, hogy mennyit is utaznak az alapvető élelmiszerek, míg a földtől az asztalig jutnak. Én a sárgarépát szoktam használni, mert ez még a politikai döntéshozók körében is ismerős. Egy átlag sárgarépa, ami bekerül ebbe az őrületbe, hogy felalá hurcolásszák a világban, ez míg a földtől az asztalig jut, 1847 kilométert utazik. Ezen az úton nincs élelmiszerbiztonság. Ezen az úton ráadásul a helyi gazdaság tönkre megy, mert hogy ott a veremben, a szomszédban az a répa, amit a gazda előállított, az meg tönkre megy, mert nem tudja eladni a termését. A helyi gazdaság tönkretételi pedig a társadalom teljes kiszolgáltatásával jár. Szóval ezt az irányt hosszú távon nem követheti Európa. Mindent meg kell tegyen az élelmiszer önrendelkezés irányának a fejlesztéséért. Az élelmiszer az egy más típusú termék, mint általában az áruk szabad áramlása kategóriában kezelt termék. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Az ökológiai gazdálkodás magas szinten elégíti ki mindezeket az előbb felsorolt követelményeket. Éppen ezért az európai mezőgazdaság a környezet és tájgazdálkodás meghatározó jelentőségű alapvető rendszerének kell tekintenünk,
melynek területét és a társadalmi szolgáltatásait nyújtott kifizetéseket jelentősen növelnünk kell. Ami a magyar ökológiai gazdálkodást illeti, az közel 30 éves múltra tekint vissza. Eddigi eredményeinkkel azonban korán sem lehetünk elégedettek. Legfőbb célunk, hogy növeljük az ökológiai művelésbe vont területek nagyságát, és hogy minél több gazdálkodó térjen át erre a gazdálkodási rendszerre. A most készülő, 10 évre kitekintő nemzeti vidékstratégiánk a jelenlegi mintegy 130 ezer hektáros ökológiai gazdálkodásba vont területeink 350 ezer hektárra történő növelését irányozza elő. Ez azonban a hazai kedvező feltételek megteremtése mellett szükség van az Európai Unió elkötelezettségére is. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Erős Európa! Ez a magyar EU elnökség mottója. Az erős Európa erős közös politikákat, erős intézményeket, de mindenek előtt erős vidéki kisközösségeket feltételez. Éppen ezért a helyi gazdaság és társadalom, a helyi közösségek fejlesztése az európai vidék megmaradásának kulcskérdése. A vidéki térségek európai kartájának megfogalmazása szerint a mezőgazdaság a vidék gerince. Éppen ezért a mezőgazdaság Európa stratégiai ágazata, politikai és gazdasági fejlődésének alapértéke. Fejlesztése során választ kell adnunk arra a kérdésre, hogy hogyan érhető el a minőségi mezőgazdasági termelés, továbbá a szociális, valamint a környezeti elvárások optimális összehangolása, azaz a fenntartható mezőgazdálkodás megvalósítása. Célunk továbbá, hogy hozzájáruljunk az európai gazdáknak biztonságot nyújtó, valamint az európai társadalom számára valódi értéket teremtő szabályozás kialakításához. Európa felelős a fenntartható, környezetbarát, az ökológiai feltételekhez alkalmazkodó agrárgazdaság fejlődésért, az élhető vidékért, értékeink sokszínűségének megőrzéséért. A jövendő közös agrárpolitikának tükröznie kell ezeket az értékeket, a társadalomnak pedig meg kell fizetni a gazdálkodás ezen ökoszociális teljesítményeit. Hölgyeim és Uraim! Ami a konkrét feladatainkat illeti, a Lisszaboni szerződés életbe lépésével a teljes uniós agrárjog technikai jellegű módosítása szükséges. A közös agrárpolitika összes alapjogszabályában, így az ökológiai gazdálkodást illetően is, át kell tekinteni a bizottságra ruházott hatásköröket, és ezeket az új szerződéshez kell igazítani. Ez egy több éves folyamat, melynek előrehaladásában a magyar elnökség komoly erőfeszítéseket tett. Egyre fontosabb szerepet töltenek be a minőségi európai élelmiszerek megkülönböztetését szolgáló földrajzi árujelzések és az EU szinten megfogalmazott minőségi előírások is. Az a törekvés, hogy a fogyasztók számára áttekinthető jelölésrendszer és olyan világos szabályok álljanak rendelkezésre, amelyek biztosítják a minőségi termékek megfelelő védelmét és piaci elhelyezését, garantálják a fogyasztók korrekt tájékoztatását, ezzel biztosítva számukra a választás szabadságát. E területen is sok még az európai és a hazai tennivaló. Röviden érinteném még a géntechnológiával módosított szervezetek, az úgynevezett GMO-k problémakörét. Magyarországa új alaptörvénye rögzítette, hogy mezőgazdasága nem használ genetikailag módosított szervezeteket. A magyar elnökség arra törekszik, hogy a bizottság javaslata alapján a tagállamoknak valódi lehetőségük legyen a génmódosított növények területükön történő köztermesztésének korlátozására vagy tiltására. Meggyőződésünk, hogy emellett szükség van a jelenlegi GMO-kra vonatkozó uniós engedélyezési rendszer szigorítására is. Kiemelten fontosnak tartjuk a környezeti kockázatértékelés útmutató felülvizsgálatának folytatását, valamint azt is, hogy az engedélyezésre kerülő genetikailag módosított szervezetek környezeti és egészségügyi kockázatait is a lehető legszigorúbb feltételek mellett vizsgálják ki. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Elnökségünk és a Vidékfejlesztési Minisztérium vezetése a szakmai szervezetekkel, köztük az IFOAM-mal és a Magyar Biokultúra Szövetséggel is
szoros együttműködésben kívánja szolgálni és előmozdítani az európai integráció ökológiai irányú fejlődésének ügyét. Hiszem, hogy az ökológiai gazdálkodás valóban komoly lehetőség az európai mezőgazdaság számára. Kívánom, hogy ez a tanácskozás szolgálja az ökológiai gazdálkodás európai fejlesztésének ügyét, legyen a folyamat fontos mérföldköve, eredményes tanácskozást és szép emlékekkel gazdag magyarországi tartózkodást kívánok. Kedves mindnyájuknak, jó tanácskozást, köszönöm a megtisztelő figyelmet!